Amikor megválasztottak a Tamási Művelődési Ház igazgatójának, az volt a tervem, hogy azokat a tapasztalatokat, melyeket magammal hoztam az országos közművelődésből, beépítem az itteni működésbe. Mondta Cink Judit, akit Tamási Város önkormányzata újabb ötesztendőre kinevezett a ház vezetési feladatainak ellátására. Nagyon-nagyon gyorsan rájöttem arra, hogy itt a legalapvetőbb dolog, aminek végbe kell mennie egy ekkora településen, az a települési közösségfejlesztés. Hiszen természetes, hogy egy kulturális intézményben rendezvényeket is tartanak, és különösen a nagy rendezvények nagy érdeklődésre tartanak számot, de azt gondolom, akkor is azt gondoltam, ma meg már, még hatványozottabban azt gondolom, hogy a kisközösségek megerősítése, illetve a települési összetartozás megerősítése a legfontosabb feladata az ilyen intézményeknek. Kinevezésekor jelentős struktúraváltás zajlott a város közművelődési intézmény rendszerében, egy szervezeti egységé olvasztva az eddig önálló tevékenységet folytató műfházat, galériát, könyvtárat és helytörténeti gyűjtemény. Ez olyan szempontból nagyon szerencsés egybeesés volt, hogy mindegyik intézménytípusnak megvolt az a törzs látogatója, megjelentek mindenhol azok az igények, amelyeket tulajdonképpen össze kellett fésülni, ezekben az intézményegységekben, és így valamennyi korosztály generáció számára sikerült az elmúlt években olyan programtípusokat és olyan közösségi alkalmakat kialakítani, amelyek azt gondolom, hogy talán az itt élők elégedettségére szolgáltak. Sokszor, sok helyütt hangoztatom azt, hogy jól működtetni egy közösségi intézmény csak úgy lehet, hogyha ezt partneri Viszonyokban képzeljük el, és ez a partnerség felfele és lefele is nagyon-nagyon jól működik, tehát, hogy jól működjön a fenntartó és az intézmény kapcsolata, és jól működjön természetesen az intézmény és az itt élők kapcsolata is. Talán nem nagy képűség ha azt mondom, hogy az elmúlt öt évben ez mind a kettő kiválóan alakult. Ma a közművelődés terei nyitottabbak lettek, mint évekkel ezelőtt voltak, és ez nem csak az én érzésem, hanem a visszacsatolásból kapott impulzusok alapján is elmondható. Tette hozzá Cink Judit. Az elmúlt öt évben sikerült minősített közművelődési intézmény címet kivívni ennek az intézménynek, intézményegységnek, amihez természetesen hozzájárultak ezek az írásos elégedettségmérők is, ebben is ez érhető tetten, illetve ez a kisváros, ez pont tökéletes méret ahhoz, hogy a személyes kapcsolatok is tökéletesen működjenek, és nagyon-nagyon sokszor személyes beszélgetések formájában mondják el a látogatók, a ház használói azt, hogy mik az elképzeléseik, mik az elvárásaik, mivel elégedettek, és mit szeretnének még ha továbbfejlesztenénk. Az elmúlt években egy hármas egységben próbáltam felépíteni ezt a koncepciót, amiben meghatározó szerepet tölt be az ízlésformálás, az értékközvetítés, és az, hogy minőségi programokkal lássuk el az itt élőket. Talán mondhatom azt, hogy Göte szavaival élve nem mindig azt kell adni az embereknek, amit szeretnének, hanem azt, amit szeretniük kellene és ezt a gondolatot én, jó magam, természetesen, és ezt mindig hangsúlyozom, itt is megteszem az itt dolgozó kollégáimmal együtt, azt gondolom, hogy sikerül elérnünk, természetesen minden fejleszthető, és mi is azon vagyunk, hogy ezt tegyük. A következő ciklus működésének és egyik elappillére a közösségépítés lesz, melyet a kis közösségeken keresztül kell majd megvalósítani, mondta el terveit az igazgatónő és természetesen emelni kell a rendezvények színvonalát is az izlés formálásának érdekében.